Aki nyitott szemmel járja Újpest utcáit, egyre többször találkozhat majd ilyen járművekkel a kerületben. Áprilistól ugyanis felgyorsul a mozgásképtelen roncsautók elszállítása a közterületekről. A kerületben sajnos megint összegyűltek a rendszám nélküli gépkocsik. Tegnap is a mai nap folyamán összesen 11 darab gépkocsit és 2 darab motorkerékpárt fogunk elszállítani. Megközelítőleg 30 van a kerületben, amit el kell vinnünk. Ugye a tegnapi közösségi médiás posztban ugye nagyon sokan jelezték, hogy vannak olyan autók, amik évek óta ott állnak, de rendszám van rajta. Sajnos ezt a jogszabály nem engedi nekünk meg, hogy ezeket elszállítsuk. Persze nem követendő példaként, csak esetként mondom el, hogy volt, amit nagyon régóta ott állt rendszámmal, majd hirtelen a rendszámtábla eltűnt róla. Amikor ez a tavalyi történet, az autót mikor megemelték, akkor valaki a rendszámot bedobta az autó alá, mert ő ezt így a kezébe vett ennek az ügynek az intézést. Tehát értem szerint ez nem egy követendő példa, mert ugye ez rongálás, illetve eltulajdonítás. Az ilyen fajta, és még egyszer hangsúlyozzuk, semmiképpen sem követendő technika, azért nem véletlen. Hiába áll ugyanis valahol már nagyon régen mozdulatlanul és foglal el egy parkolóhelyet. Egy autó az önkormányzati rendészek kezét nagyon szigorú jogszabályok kötik. A tréler pedig csak az utolsó utáni megoldás. A rendészeti osztálynak a járőrei azokat a típusú autókat, amelyeken nincsen forgalmi rendszám ellátva, egy felszólító felhívást helyeznek el a gépjárműn, jól látható helyen, hogy a gépjármű üzemben tartója ezt észlelje. Abban az esetben, hogyha semmilyen reagálás nem történik erre a felszólításra, akkor 10 nap elteltével, hangsúlyozom, a rendészeti osztályunk elszállíthatja a gépjárművet. Azok a gépjárműveken, amelyeken forgalmi rendszám van, de nincsen érvényes műszaki engedély, azokkal a gépjármű üzembetartójával szemben közigazgatási eljárást indítunk. Most egy kicsit azért vagyunk bajban, mert pandémiás helyzet miatt júniusig ez a határ tolódott, így nem tudunk eljárásokat indítani, de ahogy lehetőség van rá, ezeket a közigazgatási eljárásokat meg fogjuk indítani. A tréler persze nem ingyen dolgozik. A szállítás és a tárolás költségeit pedig a tulajdonosnak kell állnia, és ha 6 hónapig nem jelentkezik az autóért, azt vagy eladják, vagy megsemmisítik. Abban az esetben, hogyha a gépjárművét el kell szállítani, mindenféleképpen ki kell fizetni a szállítás költségét, ami egy személygépjármű esetében 17.250 forint, és természetesen ki kell fizetni azt a tárolási időszakot, amelyiket a szerződött felünk a telephelyén tárolja a gépjárművét. A roncsautók elszállítása a közterületekről egyébként a közhiedelemmel ellentétben nem kötelező, de Újpestnek fontos önkormányzati munka. Nagyon sok kerület van, ahol nem is foglalkoznak ezzel, tehát ott hagyják a gépjárműveket. Azonban mi úgy gondoljuk, hogy ez a Újpesten azért meglehetősen szűkös a parkolási lehetőség, illetve azért városképileg sem túl szépek ezek a roncsok, hogy rontják az utcaképet. Tehát ezért fontos, hogy ezeket el tudjuk szállítani. A trélerre kerülő járművekről egyébként az újpesti rendészet azonnal értesíti a rendőrséget, és az elszállított járművek listája fent van az önkormányzat honlapján is.